10 éve segíti a Pannon Egyetem hallgatóinak munkaerőpiaci elhelyezkedését a Karrieriroda. A jubileumi alkalomból tartott konferenciát Gadár László, a rendezvény főszervezője nyitotta meg, majd köszöntő beszédet mondott dr. Hartung Ferenc, oktatási ügyekért felelős rektori megbízott. A délelőtt folyamán a szervezet korábbi vezetőinek vidám hangulatú előadásain keresztül láthatták az érdeklődők, hogy hogyan, milyen körülmények között alakult 10 évvel ezelőtt a Karrieriroda. A kezdeti célkitűzések megvalósulásáról Gadár László, a Karrieriroda jelenlegi vezetője beszélt stábunknak. A TAMOP 4-1-1 pályázat segítségével gyakorlatilag mindent megvalósítottunk, hiszen nagyon hatékonyan elindult a hallgatóknak a karrier tanácsadása, különböző tréningeknek a szervezése, az öreg diákokkal való kapcsolattartás is elég hatékony a pályázat elindulása óta, úgyhogy amit az alapítók annak idején 10 évvel ezelőtt kitűztek célként, azt egy jelentős pályázati támogatás segítségével most meg tudunk valósítani. Délután a munkaerőpiaci trendekről, a hallgatói tanácsadói rendszerről, önismeretről, valamint a sikeres elhelyezkedésről hallhattak szakmai előadásokat az érdeklődők. Az iroda jelenlegi célkitűzéseiről Gadár Lászlót, az iroda vezetőjét kérdeztük. Hát a idei célunk a fenntarthatóságnak a megteremtése, illetve az, hogy intézményen belül minél elismertebb legyen a munkánk, minél ismertebb és minél elismertebb szervezeti egységgel szeretnénk lenni az egyetemnek. Akinek önéletrajzírással, önismerettel kapcsolatos kérdése van, bátran keresse a Karrieriroda munkatársait az egyetem B épületében.